Egy másik nagyon ismert növény az a kánna. Ugye róla azt kell tudni, hogy egy gumós növény, és sajnos nem bírja a telet nálunk, tehát mindenképpen fel kell szedni a gumót ősszel. Több megoldás létezik ebben az ügyben, egész egyszerűen kiültetjük a kertbe, gyönyörű szépen nő, amikor az első fagyok megcsípik és visszaszárad a növény, akkor szokás kiszedni a gumókat, levágni róla a zöld részt, és télen tárolni valami száraz, sötét helyen. Én viszont nagyon gyakran ajánlom a kedves vásárlóinknak azt, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha egész egyszerűen ugyanúgy cseréppel együtt lesüllyesztjük a földbe. Annak viszont az a nagyon fontos szabálya, hogy át kell ültetni tavasszal. Ugye lehet látni ezen a kis gyönyörűségen is, hogy már-már igencsak megérett arra, hogy átültessük. És a kánnáról tudni kell azt, hogy nagyon sok ilyen oldalhajtást fog hozni, amin szintén nagyon sok virág lesz. Ezért érdemes tavasszal mindenképpen átültetni egy picivel nagyobb cserépbe. Itt már átültettem. Így van földje, van tápanyag hozzá, és ezeknél a plusz részeken nagyon sok, még egy év alatt nagyon sok ilyen kis oldalhajtást fog hozni, amik pedig gyönyörűen fognak virágozni. Ugyanúgy ősszel, amikor elkezd visszaszáradni, akkor egész egyszerűen cseréppel együtt szedjük vissza. Ne öntözzük télen, egy száraz, hűvös, lehetőleg sötét helyen nagyon szépen eltartható. Tavasszal, amikor már jönnek a melegek, akkor elkezdhetjük öntözni, és amikor elkezdett hajtani, akkor kiültethetjük már a kertbe. A vízigénye mekkora? A kána nem tartozik a különösebben vízigényes növények közé, így cseréppel együtt lesüllyesztve nem igényel feltétlenül külön öntözést, de amennyiben kiszárad, ezt lehet látni abból, hogy a levelei egy kicsit visszakókadnak, abban az esetben érdemes adni neki egy kis öntözést. Esetleg évközben egy kis virágzó növényeknek való táppal megjutalmazhatjuk, ő pedig nagyon szép virágokkal fogja ezt meghálálni. Következő növényünk, a kicsit mutatom először, ő a banán tulajdonképpen, télálló banánnak hívják, de sajnos nem bírja nálunk a telet. Nagyon komoly teleltetési megoldások kellenek ahhoz, hogy a kertben is kiteleljen, ennél sokkal egyszerűbb, hogyha télire bevisszük. Viszont a nyáron mindenképp érdemes a kertben tartani, és vele kapcsolatban azt a megoldást szoktam ajánlani a vásárlóknak, hogy őt bizony érdemes cserép nélkül hagyományos módon kiültetni, mégpedig azért, mert nagyon sok ilyen oldal fiókhajtást fog hozni, amelyeket pedig leszaporíthatunk. Ez a két kis banán tulajdonképpen neki a kis fiókhajtásai, amelyeket szépen le lehet választani a tönkről, már általában gyökeresek, átültetve egy másik cserébe nagyon szépen és nagyon gyorsan begyökeresednek. Lehet látni, hogy gyönyörű szépen begyökeresedett. Nagyon gyorsan nő, évente rengeteg levelet hoz, úgyhogy mindenképp érdemes hagyományos módon kiültetni. Mindenképpen laza földbe ültessük, lazítsuk fel jól a talajt, és mindenképpen valami műtrágyával vagy komposztált trágyával kicsit trágyázzuk meg. Ő egy picit vízigényesebb, rá mindenképp figyeljünk, még ha a kertbe kiültetve van is, hogy mindenképpen megfelelő mennyiségű vízhez jusson. Ő is nagyon jól jelzi azáltal, hogy a levelei elkezdenek kókadni azt, hogy szomjas. Ilyenkor mindenképp adni kell neki vizet. Ami még nagyon fontos vele kapcsolatban a kiültetés idején, vele mindenképpen várjunk addig, amíg tényleg már nagyon jó napos meleg idők vannak, tehát ilyen május vége, június elején től lehet őt kiültetni. Nagyon fontos az, hogy a teleltetésből kihozott növényt előtte mindenképpen szoktassuk a napfényhez. Ne ijedjünk meg attól se, hogyha a régebbi tavalyi levelei egy kicsit megégnek. Fog hozni új leveleket, azok már hozzászoktak a fényhez, és azok már nagyon szépek lesznek. És mivel tényleg nagyon gyorsan nő, ezáltal biztosak lehetünk abban, hogy rengeteg új levelet hoz, és rengeteg szép kis fiókhajtást, amit letapírítva elajándékozhatjuk őket, vagy tovább nevelhetjük. Mennyi idő alatt nőtt meg ekkorára? Ennél a növénynél tulajdonképpen
Ezek azok a levelek, amelyek a beteleltetés során voltak meg, ezeket már mind-mind idén tavasszal hozta. A teleltetés során általában nagyon kevés új levelet hoz, hiszen kevés fény van. Általában a lakásban is nem feltétlenül a legvilágosabb helyre szokott kerülni. Ilyenkor ő egy kicsit lelassult, van egy ilyen kicsit nyugalmi időszaka, amikor nem nagyon nő. Ilyenkor se jegyünk meg, arra nagyon figyeljünk, hogy két öntözés között ki tudjon száradni a talaja, nehogy kirohadjon a gyökérzete. Amikor kikerül, tulajdonképpen varázsütésre hirtelen nagyon gyorsan elkezd nőni, és rengeteg új levelet fog hozni.